Hiába a családpolitikai intézkedések ismétlődő szülés veszélyére hivatkozva nem vettek vissza korábbi munkahelyére egy édesanyát az egyik országos állami intézménynél. A cégnél több édesanya járt ugyanígy, miközben a velük egyszerre kezdő férfi kollégákkal szerződést hosszabbítottak. A nő a Helsinki Bizottsághoz fordult és beperelte a céget. Cseh Katalinnal beszélgetünk. Itt is van a Momentum EP listavezetője, bár itt ő velem szemben, önök még nem látják közelre, most már igen. Hallotta a beszélgetést, hogyha jól vettem ki itt a kulisszák mögött. A Momentum elvi szinten még nincs erről hivatalos döntés, ez Bárándi Péter elmondta, támogatja ezt, hogy a Fidesztől eltérő nézőpontú ideológiai testület is megmutassa, hogy mi a helyzet ide haza, és a mögött talán egy összellenzéki támogatás legyen? Szerintem nagyon fontos az, hogy Európában tisztán lássák azt, hogy Orbán Viktor milyen szisztematikusan építette le a jogállamot. Hogy Magyarországon, ami elvileg egy EU-s tagország, milyen folyamatos jogsértésben élnek emberek, milliói. A Momentum mindent támogat, ami ezt nyilvánvalóvá tudja tenni az összes európai vezető számára, és különös tekintettel az Európai Néppártra, akik ugye most felfüggesztették a Fideszt, de szerintem én meg vagyok győződve, hogy a kizárás lenne a legjobb út. Volt egy friss felmérés, ami ma bejárta a nyilvánosságot, ez nagyon jó hír a Momentumnak, mert ugye kiderült, hogy egy mandátumra mérte az Európai Parlament önöket, és akkor ezzel ön bejutó helyen van. Ez meglepte a pártot, vagy azért ez úgy benne volt a levegőben, esetleg voltak saját méréseik? Mi azt érezzük az országjárásaink során, hogy az emberek változásra van szükségük. Azt látják, hogy az Európai Unió megfáradt, hogy fel kell rázni az Európai Uniót, hogy most már nem elég, hogyha ugyanazok ülnek ott, akik az elmúlt évtizedekben. Láttunk egy igényt arra, hogy frissességet, új energiát, új dinamikákat fogadjon be a magyar választók társasága, és éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy a Momentumban látják a változás lehetőséget. Most itt látjuk az összes többi pártot is, ugye kiderül, hogy a Fidesz 13-as mandátum száma az nem változott, viszont a Momentum az az LMP, talán, ez ugye feltételezés, de hogy az LMP rovására növekedhetett, mert az LMP most éppen nincsen bejutó helyen az Európai Parlament mandátum becslése szerint. Elképzelhető ez, hogy onnan szereztek támogatókat? Szerintünk nagyon fontos az, hogy ne az ellenzéki szavazói tortát daraboljuk még tovább, hanem hogy behozzunk új szavazókat. És mi a Momentummal arra vállalkozunk, hogy azokat szólítsuk meg, akiknek eddig nem volt pártjuk. És ez látszott is az országgyűlési választásoknál, a szavazóink jelentős része olyan volt, aki korábban nem szavazott. Vagy mert fiatal volt, vagy pedig mert ki volt ábrándulva. Mi új szavazókat akarunk behozni, és nem mások szavazóit elvenni. Ugye kiderült az is, hogy az ALDE csúcsjelölt csapatának az egyike lehet ön, hol látom a büszkeséget a tekintetén. És azzal indokolta ezt a döntést, hogy az ALDE veszi a legkomolyabban Magyarország helyzetét az európai pártcsaládok közül. Miért is? Én úgy tudom, hogy az ALDE-vel önnek nagyon régi a kapcsolata, tehát igazából lehet, hogy ezért van ez a beválasztás ide. Szerintem ez tisztán mutatja azt, hogy az ALDE mennyire a szívén viseli a magyar helyzetet, hiszen a 7 csúcsjelölt között az egyik valóban én vagyok, egy fiatal magyar nő, ami egyértelműen szimbolizálja azt, hogy miniszter volt miniszterelnökök, uniós biztosok mellett olyan fontosságot tulajdonít a magyar jogállamiság visszaállításának az ALDE frakció, hogy egy magyart is a szimbolikus Európa csapattagjai közé emel. És szerintem nagyon fontos látni a kontrasztot. Ez egy nappal azután történt, az én csúcsjelölté választásom, ami után a Fidesz felfüggesztették a néppártban. Tehát látszik az, hogy Magyarországot igenis a legfelsőbb szinteken a tárgyalóasztalok mellett kell képviselni, és mi erre vállalkozunk Európában. És ugye a fő üzenete, ahogy én nézem az ön kampányszlogenjeit, meg a Momentumét, az az, hogy ne idézem az Orbán családra költsük azt a napi 2 milliárd forintot, amit az Uniótól kapunk, hanem mondjuk a magyar oktatásra, meg a magyar egészségügyre, de nem megtévesztő az, hogy a magyar oktatást, meg a magyar egészségügyet az unió pénzéből tudnánk felvirágoztatni. Ugye itt van egy olyan probléma, hogy Budapest nagyon fejlett régió, oda nem jön annyi pénz, másrészt meg a működtetés, az nem az unió dolga, maximum az infrastruktúrális fejlesztés, nem? Szerintem igenis itt van szükség paradigmaváltásra. Tehát nagyon fontos, hogy ne törődjünk bele abba, hogy ez eddig így volt. Most új költségvetési ciklus indul. És mi azért fogunk kiállni az Európai Unión belül, hogy az Európai Bizottság igenis bővítse a hatáskörét azon projekteknek, amire pénzt lehet költeni. Hiszen abszurd, hogy kórházépítésre van pénz, de a kórház fenntartása már nem megoldott. Ha az Unió valóban azt szeretné elérni, hogy a tagállamok hasonló szintre zárkózzanak fel, hogy egy magyar fiatal is Magyarországon tudja látni a jövőt,
jövőjét, akkor át kell alakítani a prioritásokat oktatásra, egészségügyre, és igenis tisztességes felbérezése is lehessen. Na jó, de azt a magyar választóknak kellene nyomásgyakorlással elérni, ahogy a magyar kormány többet költsön egészségügyre, mint mondjuk kormányzati kiadásokra, már most a kettő nagyjából egy szinten van. Ez természetesen tény, hogy a szégyen az, hogy a magyar kormány által az egészségügyre fordított források gyakorlatilag a legkevesebb szinten vannak az egész kontinensen belül. De ugyanakkor, hogyha az Európai Unió azt szeretné, hogy az európai adófizető pénzét jól használják fel, hogy valóban arra menjen ez a pénz, hogy az összes tagország hasonló szintre kerüljön, hogy az országok fejlődjenek, akkor nem szabad hagyni, hogy a jelenlegi mintáknak megfelelően látványberuházásokra, kommunikációs kampányokra lehessen ezt a pénzt költeni. Ez a pénz elfolyik. Ezt a pénzt át kell strukturálni. És amúgy ezt nem csak a Momentum találta ki. Az Európai Bizottság ajánlása is azt mondja, hogy a következő költségvetési ciklusban igenis jóléti kiadásokat is be kell emelni a támogatandó prioritások közé. A Momentumnak van arra ötlete, hogy ha a jogállamisági kritériumok miatt pénzt vonnak el Magyarországtól, akkor az valahogy mégis eljusson a célzott intézményekhez, szervezetekhez, csak ne a kormányon keresztül? Tehát, hogy ezt az ellentmondást hogy lehet megoldani? Ugyanúgy az asztalon van egy javaslat, amit én teljes mértékben támogatni fogok európai parlamenti képviselőként, hogy minél nagyobb mértékben az Európai Bizottság közvetlenül a felhasználókhoz, a pályázókhoz juttassa el a pénzt a magyar kormány kikerülésével. Tehát a magyar pályázók ne a kormányhoz pályázzanak, ahol haveri alapon osztják el a pénzt, hanem közvetlenül Európába, ahol tényleg teljesítmény, színvonal és kompetencia alapján osztják ki az EU-s pénzeket. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Egy rövid reklám után Vágó István és Tibor Tiborral folytatjuk. Tartsanak velünk!